Ó, menő, hogy vízesést tettek a pályára, mert összeköti az egész stadiont. Jó, te kis sportmániás. Ez tök jó, nem? A barátunké lesz az első dobás, hotdogozunk, meccset nézünk. Azt senki nem mondta, hogy megnézzük a meccset. Sheldon, mire számítottál? Arra számítottam, hogy megnézzük Howardot, megeszem a hotdogot, és utána sietünk is Disneylandbe, hogy lássuk Mickey nagy zeneparádéját. Figyelj csak, ha maradunk, kapsz vatta cukrot és egy bólogatót. Kinek a fejével? Tényleg számít? Nem, csak jól bólogasson. Oh, Howie, olyan büszke vagyok rád. Kösz, én is büszke vagyok. Nos, készen állsz? Igen. Jó van. Szoríts nekem. Adj neki. Hölgyeim és uraim, az űrnap tiszteletére itt az Angels stadionban a mai első dobást Howard Wolowitz űrhajós végzi. Tényleg el tudja dobni? Hát a Quidditch csapatban. Oké, szóval nem. Van egy üzenetem a ma itt lévő fiataloknak. Mikor megkértek, hogy jöjjek ide és dobjak, nos, egy kis hang belül ezt mondta, ez nem fog menni. Ezért gyakoroltam, és gyakoroltam, és képzeljétek, az a kis hang győzött, de... Aztán eszembe jutott, hogy nem vagyok sportoló. Én egy tudós vagyok. Így a mai első dobást nem más végzi el, mint a csodás tudomány. Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, ezennel bemutatom a másolatát egy igazi működő marsjárónak. És felkészül. Miért ilyen lassú a robot? Mert egy marha vagyok, és nem gondoltam át. Figyelj, új terv. Elmegyünk Disneylandbe. Bújócskázunk Tom Sawyer szigetén, majd visszajövünk, és megnézzük, ahogy célba ér. Loser vagy Wolowitz! Végül is igaza van!